Sziasztok! Elérkezett a folytatás az előző mozijegyes videóhoz, és nem rossz PC-s videó, ez sem. A fene egye meg, hát pedig annyian kívánjátok, de emberek, tényleg én értékelem, hogy szerettétek azt, hogy mindent. Csináltam azt a Cold War-os kiegészítőt, amit megígértem, de ezt nem fogjátok már találni a csatornán, úgyhogy sajnálom, de reméljük ezek a papírdarabok is hasonlóan szórakoztatóak lesznek nektek. Ezek szerint sokan tényleg hiányoltátok, mert sokan örültek neki, hogy folytattam ezt. Azt azért elmondanám, mielőtt még folytatom a 2018-as évjáratot, hogy át fogom nevezni ezeket a videókat, mert ez kicsit furán jön már ki, hogy 20, nem is tudom, akárhány évnyi mozijegy, ezek után egy évnyi mozijegyről beszélek, és ahhoz, hogy valaki megértse, akkor vissza kell tekerni és megnézni, nem tudom, már 6 videót, úgyhogy kicsit meg kezd idétlen lenni, úgyhogy valami olyasmi lesz ez a videó, hogy 2018 mozijegyei, vagy akármi. Úgyhogy egy kicsit megborítom a sorrendet, de eszkalálódott az egész egy kicsit, mert annó ugyebár tényleg nem tudom 17 évnyi mozijegyet mutattam be, de utána egy kicsit már okafogyott lett az elnevezés, úgyhogy nézzétek el, nekem Combo Breaker lesz, és ennek a videónak más címe lesz. 2018-as mozijegyek, ahogy látjátok, hát ez is egy jó nagy kupac, ilyen abszurd dolgok is vannak közte. Nem tudom ismételten, hogy mi vár rá, mert ez is már egy több éves kis retrózás lesz. Úgyhogy kezdjük is el, én azt mondom. Kezdtem a 2018-at január 4-én az Alléban 1760 forintért, azt a mindent, már akkor is jó drága volt. Megnéztem az Elit játszmát, ami egy ilyen valós történet, hogy egy ilyen póker játszmákat irányító nő hogyan vert át sok mindenkit, hogyan gazdagodott meg. Egy egész jó kis film volt Jessica Chastain-nel. Aki szereti az ilyen átverős biopikkeket, annak mindenképp jó tipp lehet. Ezzel ellentétben a Kicsinyítés. Na hát ez a film nekem egy nagy csalódás volt, rögtön az év elején már is csalódnom kellett egy nagyot. Én ettől a filmtől csomó mindent reméltem, mert az alapötlet az szerintem rendkívül érdekes. Én rengetegszer láttam az előzetesét Matt Damonnal, és hát ez egy vicces sztori, hogy mi van, hogyha az ember összekicsinyíti magát, és akkor egy risszemből, nem tudom én, egy hétig jól lakik, meg ilyenek, és hogy ilyen komplexumba költözik, ami minden az ilyen kis emberekre van szabva. A film ugye a feléig, vagy valahogy így tök jó volt, nagyon tetszett, utána átment valami olyanba, amit én egyszer nem akartam látni, és egy kicsit csalódás volt számomra. Átment ilyen világvége, akármibe, ilyen nagyon, nagyon sötét film volt, én annyira nem tetszett. A legsötétebb óra, hát ez a Churchill film, ez a film, ami hát mindenki igazából csak Gary Oldman alakítása miatt emlékszik erre a filmre. Ő jó volt benne, nagyon jó a maszk munka is, meg minden, de a film az elég felejthető volt szerintem. Egyszer teljesen jó volt, de egy tipikus ilyen Oscar film. Egy olyan, ahol tényleg ilyen kicsit olyan szitok szó, hogy Oscar film. A világ összes pénze, ez mi is volt? Ez volt az, ez a Ridley Scott film, így van. Ridley Scott film. Eközben a kamerám, ezt most kár, hogy nem látjátok, de a kamerám ezt a részt így kijelöli. Egy arcot vélt felfedezni. Na, ez egy szemgolyó, valószínűleg. Mik történnek itt? Na, kicsit másképp tartom. Láthassátok a görcs hövelykújjomat, amit annyian szerettek. Na, világ összes pénze, ebből szedték ki utólag a Kevin Spacey-t, amikor kitört a botrány körülötte. Egy rém felejthető film. Sajnos. Pedig a sztori az nem rossz, de Mark Wahlberg, úristen, tényleg ebbe volt egy ilyen
Nagyon rossz casting volt. A hentes, a kurva és a félszemű. Ez a film, amit alig láttak, pedig nagyon intenzív és emlékezetes marketing kampánya volt. A plakátja azért elég olyan, amire felkapja az ember a figyelmét. Aki látta, annak nem tetszett. Én tök jól el voltam ezzel a filmmel, bevallom őszintén. Kicsit lassú, néhol kicsit sokkoló, azt hiszem itt elég intenzív kezdés volt a Grillus Dorka, igen, ő volt benne, ő, hát elég sok mindenen átmegy szerencsétlen nő, egy nagyon nagy kihívás lehetett neki ez a szerep. Én el voltam vele, én egyáltalán nem bántam meg. Ó, három óriás plakát. Hát az év filmje. Gyakorlatilag, sőt, az utóbbi évtized egyik legjobb filmje szerintem. Erről szerintem ebben nagy egyetértés van. Ez a film, amire tényleg így az ember megnézi és rávágja, gyerekek, ez mi február 1, és borítékolható volt, hogy ebben az évben ennél jobb valószínűleg már nem lesz a mozikban. Óriási film. És rengeteget lehet rajta nevetni. Ahhoz képest, hogy egy komoly dráma. Én Tonya, ez a Margot Robbie-nak az első igazi nagy alakítása, mint főszereplő, és nagyon jól is csinálja. Ez a Tonya Harding nevű valós műkorcsolyázó nőnek a története, aki ugyebár amiatt lett híres, hogy a legenda szerint, sőt, hát igazából bizonyított is valamilyen szintig, hogy a nagy konkurensének a lábát megpróbálta eltörni egy barát. Egy nagyon ismert történet, én ezt annó meg is értem a híradásokból. Archívumban is vannak ilyen jó kis felvételek, ahol tényleg nagyon jól elkapták azt a pillanatot, ahol megtörtént az egész incidens, ott a szerencsétlen Nancy Kerrigan, azt hiszem így hívták azt a műkorcsázó nőt, akire azt a merényletet elkövették, ő ott sír, fájlalja a lábát, nagyon emlékezetes pillanat volt így a híradásokban. Erről több doksi is készült, úgyhogy mindenképp érdemes erre rákeresni, mert egy nagyon őrült történet. Ősember! Kicsi az ős, de hős! Ez az Aardman-nek a gyurma filmje. Nagyon tetszett. Azt hiszem ez volt a Shaun után. Ami azért egy lényegesen jobb film, mint ez. Az Aardmanhez képest is szerintem ez olyan jobb középmezőny, de ennek ellenére nagyon jókat nevettem. Az Alföldi Robert beszéli a főganyát, és valami isten ilyet csinálja. Tehát a magyar szinkron az egészen pazar. Ahogy az a fő gonosz beszél, hogy az ősember, az ert azt mindig így kihagyja, és a kacsa. A legjobb poén az egész filmben a kacsa. A víz érintése. Hűha. Hát igen, ez a film is ott volt. Azt hiszem ez is nyerte, sőt, ez nyerte a legjobb filmet, amit hát kicsit értetlenül fogadtam, mert a film egyébként jobb, mint vártam, tehát én azt hittem ez ilyen totál abszurd marhaság, és sok szempontból az is egyébként, hogy egy ilyen vízi szörnybe szeret bele valaki, de hát azért ez nem egy legjobb film. Szerintem ebben elég sokan egyetértünk. Megvannak a jó pillanatai, díszlet, látványvilág, minden tök jó, de azért én inkább a, vagy nem a vízi érintése nyert, hanem a három óriás plakát, vagy nem a három óriás plakát, csak a szereplőknél nyert, hogy úristen, már nem bírom összerakni. Jaj, valami Amerika 3. Jaj, 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 jaj. Hú, hát erről mit lehet mondani, amit már nem mondott volna senki? Egy nagyon jó kis összegzés volt a Filmbarátok podcastben erről a filmről.
rettenetes volt. Tehát ahhoz képest, hogy az első kettő milyen jó, sőt a második szerintem még jobb is, mint az első. Én tökre szerettem az első két részt, de ez mi volt, gyerekek? Hát ez valami borzalom. Ezt a Szőcskei Gáborral láttam együtt, és tehát szerintem egyszer nem röhögtünk az egész film alatt, de a moziterem egyébként egész jól el volt. Hát, ez nem, főleg az a fordulat a végén, te atya úristen, el akartam süllyedni a moziszékben. Vörös veréb, ezt forgatták idehaza, ugyebár a Jennifer Lawrence-szel, egy tök jó kis ilyen hidegháborús ügynökös krimi. Én sokkal jobban szórakoztam rajta, mint gondoltam volna, és a végén az a fordulat is szerintem tök jó volt. 12 katona háborús film Chris Hemsworth-el, egy valós sztori, egynek elment. Nem volt egy nagy eresztés, de nem is unatkoztam rajta. Na ez micsoda? Ó, a Premier Kultkafé. Igen. Itt voltam először is, szerintem utoljára. De nem azért, mert a hely az annyira rossz. Ez a régi Vörös Marti mozi. Ez lett belőle, Premier Kultkafé. Ez a Sötétben néztem meg, ami egyébként egy rendkívül jó film. Diane Krügerrel. Arról szól, hogy egy nőnek a férjét és gyerekét megölik egy ilyen robbantásos merényletben, és ő elégtételt szeretné. Tehát egy bosszú film, de Krüger soha nem szerepelt szerintem, soha, lehet, hogy nem is fog soha többet ilyen jól színészkedni, mint ebben a filmben. És hát a régi Vörös Marti terem, szerintem, sőt két terme van, ez a kisebbikbe volt. Azért nem járok ide, mert általában mindig késéssel mutatják be itt a filmeket, és addigra már általában láttam őket. Erről a moziról el kell még mondani egyébként, hogy ilyen, azt hiszem, szellemi fogyatékosok üzemeltetik részben. Tehát emlékszem, a jegyemet talán nem egy szellemi fogyatékos adta nekem, de például amikor kinyitották a termet, meg tehát maga egy ellenőrzést egy olyan készítette. Sőt, még, jaj, hát ez egy muris történet volt, hogy egyedül néztem ezt a teremben, egy nő volt még rajtam kívül, egy olyan, nem tudom, csinos 30-as, 40-es, és az egyik dolgozó így állandóan udvarolt neki. Tehát így fontosan kérde. Így már rég bennült a nő, és így odajött mindig, hogy hozhatok esetleg valamit, meg és a nő az próbált illedelmes lenni, de hú, kicsit kellemetlen volt. Tomb Raider. Hát ez a film, amiről szintén nem nagyon beszéltek az emberek, mert túl sok egyedi dolog nem volt benne szerintem. De amit csinált, az teljesen vállalhatón csinált szerintem. A főszereplőnő, akinek természetesen nem jut most eszembe a neve, az a svéd Alicia Vikander. Alicia Vikander egy nagy főnyeremény volt. Tehát ő volt a filmben messze a legjobb dolog. Látszott, hogy nagyon felkészült erre a szerepre. Én még benne lennék egy második részben. Egy kicsit sablonos volt a történet, meg minden, de egyébként meg lehetett nézni, nem volt ez rossz. Ready Player One. Na, ez a film, ami számomra egy meglepetés volt, mert nem igazán tudtam erről a sztoriról semmit, csak azt tudtam, hogy láttam ennek az előzetesét, és mindig rosszul voltam, hogy ezt így végignézni, te atya úristen, tehát ez a CGI őrület, ezt én nem tudtam elképzelni, hogy hosszú távon lekötne, de ahhoz képest egy teljesen szórakoztató film volt, sok ilyen easter egg-gel, az az autós versenyes rész, az rendkívül jól nézett ki. Egy meglepetés volt számomra.
Na, hát erre a filmről is elmondható, hogy meglepetés, de sajnos kellemetlen. A Lajka cigány az űrben egy tök érdekes alapsztori, hogy így keverik a valós korszakot, ilyen fiktív történettel meg minden, de annyira zavarba ejtő volt ez a film, hogy én azt hittem, hogy ez sokkal abszurdabb lesz, vagy merészebb, de hát nem tudom, ez olyan, mint hogyha fontosan visszavettek volna az őrült ötletekből, és lett volna egy ilyen litty-lötty valami. Tehát én itt nagyon, nagyon csalódtam. Azt hittem viccesebb is lesz. Tűzgyűrű, a lázadás. Hát őszintén nem tudom, mi vett rá, hogy ezt megnézzem. Az első filmmel egyébként el voltam, de csak úgy, hogy minden, ami akció, az nekem tetszett, mert egy ilyen agyatlan akármi volt, de minden, ami nem akció volt, szerintem rémkínos volt az első részben. Ez az egész volt valami kínai szereplő csaj, akire megpróbáltak valami drámát felhúzni, és szerintem rettenetesen érdektelen volt. Ez abból a szempontból szerintem jobb, hogy itt a nem akciós rész az valahogy jobban lekötött. Viszont itt meg látni, hogy kevesebb pénzből készült, mint a legelső, de ezt is meg lehetett nézni. Egyszer. Tehát újra nem nézném, de vállalható volt. Hang nélkül. Hát igen, ez egy tök jó mozis élmény volt, főleg azért, mert meg voltam győződve, hogy ezt nekem a közönség el fogja szúrni, mert ugyebár itt nagy részt ilyen teljes csendben van a film, és hogyha ezt elhülyéskedi a film, vagy a közönség, akkor az nagyon szétcsaphatja a film élményt, de nagyon partner volt mindenki, a film is nagyon feszült, izgalmas, én nagyon vártam a második részét, de hát a koronavírus sajnos tönkretette az élményünket, de reméljük, hogy hamarosan azért sikerül bepótolni. Kutyák szigete, Wes Anderson film, bevallom, ezt inkább a podcast miatt néztem, nem vagyok a világ legnagyobb Wes Anderson rajongója, bár van film tőle, amit szeretek, de ennek megvoltak a jó pillanatai, pár ilyen abszurd, száraz poén, de a sztori az annyira nem kötött le, és sajnos a látványvilág sem, pedig egy nagy stop motion rajongó vagyok, de nem tudom, ez a film nálam annyira nem ütött sajnos, a történet sem, bár van mondani valója, főleg manapság. A bosszú, na, hát ez is egy óriási meglepetés volt. Látványvilág első osztályú, azt hiszem ez egy viszonylag rövid film is, iszonyat pörgős, arról szól, hogy egy csajta, hogy is volt, a csajnak van egy ilyen nagyon gazdag fickója, ilyen nagyon szép nő, és utána ott vannak így a semmi közepén egy ilyen abszurd luxus villában, és jön a fickónak két ilyen vadásztársa, és az egyik megpróbálja megerőszakolni, és ahelyett, hogy a nőnek a fickója, hogy mondjam, megbüntetné azt, aki ezt elkövette, inkább a nőtől szabadulna meg, és a nő ezek után ilyen iszonyatos sérülésekkel, de eldönti, hogy na most bosszút áll ezeken. El kell fogadni, hogy itt anatómiailag nem feltétlen stimmel minden, de ha ezt az ember elfogadja, olyan iszonyatosan jó élményt kap. Én teljesen ledöbbentem, mennyire jó ez a film. Megvettem azóta otthonra is. Apropó, döbbenetesen jól működő film. Ez volt nálam sőt, biztos, igen, ez volt nálam 2018-ban a második kedvencem a három óriás plakát mögött. Joaquin Phoenix-el. Egy viszonylag kis költségvetésű film, iszonyatos atmoszférával, nagyon nyers filmélmény. Imádtam minden pillanatát. Ezt a filmet nagyon nehéz körülírni. Szerintem jobb, ha meghallgatjátok a filmbarátok kibeszélőt. Egy lélegzetnyire ez a
Ez a francia film lesz valószínűleg, igen. Olga Kurilenkóval, aki volt még benne egy másik híres színész, most nem jut eszembe, ki volt még benne? Mindegy, Olga Kurilenkó benne van, azt tudom. Egy tök érdekes alapsztori, hogy Párizsban hirtelen egy mérges gáz ellepi az egész várost, és aki egy bizonyos szint fölött van, vagy szint felé emelkedik, vagy a szint felé menekül, na, csak kinyögöm harmadjára, az még tiszta levegőt szívhat, mindenki alatta van, az annak annyi. Nagyobbik probléma, hogy ez a gáz folyamatosan emelkedik napról napra, tehát valamit ki kell találni, hogy maradjanak életbe az emberek. Szerintem iszonyatosan izgalmas ez a film, és a végén van egy szerintem nagyon elegáns csavar. Jurassic World bukott birodalom? Mi lehetett ennek a bukott? Nálam megbukott ez a film, az szent. Én ezt a filmet sem akartam megnézni, de ezt a Bad Movies-os srácokkal együtt néztem meg, mert éppen Budapesten voltak, és rávettek a rohadékok, hogy én ezt a borzasztó filmet megnézem. Atya úr, én már az első Jurassic World-ot se szerettem, de ez... Hú! Rettenetes. Na, Gotti, helyben vagyunk. Ez a film, amit mindenki, jó, nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan páros lábbal rugdostak, ugráltak rajta, leköpték, hogy John Travolta, úristen, mit művelt. Én ezt a filmet annyiban meg kell védjem, hogy ennek két jó dolga van. John Travolta szerintem iszonyatosan jó volt ebben a filmben. Nem tudom, miért ekézi mindenki, szerintem egy teli találat volt. És a sztori is, tehát egy tipikus ilyen maffia sztori, nem talált fel túl sok mindent, de egy teljesen korrekt gangster film szerintem. Megvannak a hibái viszont, én ezt teljesen elismerem, tehát itt nem minden szereplő volt a toppon, sőt a Gottinak a fiát, nem tudom ki alakította már, de egy ilyen iszonyatosan tehetségtelen srác, a megírt karakteresen volt sokkal jobb, és ami abszolút röhelyes, hogy kb. Nem tudom, ilyen 20 éves időtartamot mutat be a film, és a fia ugyanúgy nézett ki, tehát ilyen teljes nonsens az egész. Úgyhogy megvannak a hibái, azóta se néztem meg, lehet, hogy nem is fogom újra megnézni, de én abszolút nem bántam meg, hogy ezt a filmet megnéztem. És mindenki, aki látta ezt a filmet, tehát például a Bad Movies-os srácok is látták, és ők is azt mondják, hogy nem kell ezt a filmet feleslegesen bántani. Tehát kicsit az érzésem, hogy az utálja legjobban, aki nem is látta még. Kim Jong-il bemutatja. Ez egy kis premier volt. Meg is lepett, hogy egy dokumentumfilmet bemutatnak a hazai mozik. Ez egy tök érdekes kis doksi, hogy Észak-Koreában, hogy is volt? Észak-koreaiak elraboltak egy dél-koreai színészt, vagy valami ilyesmi volt, és ezt a történetet mutatja be. Egy tök érdekes sztori volt. Én nagyon szeretem az észak-koreai tematikát, mert egy olyan rejtélyes, a mai napig nagyon rejtélyes, és minden, ami Észak-Korea, próbálok valahogy megnézni, mert annyira elcseszett egy hely, de nagy vonzerővel bír, tehát pont emiatt, hogy ennyire eldugott meg minden. Sicario 2, voxvetítés, hát nem olyan jó, mint az első, ebben szerintem mindenki egyetért, de én ezzel a filmmel is egyébként el voltam. A vége, ha jól emlékszem, a vége annyira nem tetszett. Ott volt egy dolog, ami szerintem nem kellett volna, hogy megtörténjen. Szerintem, aki látta a filmet, az tudja, miről beszélek, de nem volt ez sem egy rossz film. Hűha! Supercell a 2, Hades! Hát, gyerekek, ezt is a Szőlőskei Gáborral néztem. Mindketten meg akartuk nézni ezt a filmet, olyan
katasztrófa turizmusból, ugyebár ez a film, ami nagyrészt kínai pénzből készült, és benne van Sylvester Stallone, és hát Sylvester Stallone, ha kiad egy filmet, azt azért még meg kell nézni moziban. Ezt mondja Gábor, ezt mondtam én is, és akkor azt mondtam, hogy gyere, nézzük meg együtt. Még ha valószínűleg tudtuk is, hogy rettenetes egy film lesz, és aztán valahogy mindig tolódott, hogy mikor nézzük meg, aztán a Gábor bedobta az ötletet, hogy gyere, nézzük meg a VIP moziban ezt a filmet, amit gyakorlatilag szinte csak Magyarországon mutattak be mozik, mindenütt ilyen videós platformon publikáltak csak. Mi meg megnézzük ezt a, nem tudom, 5000 forint egy VIP jegy. Annyiban azért jobb volt a helyzet, tehát ennyit én nem perkáltam volna ki, de volt VIP-s ingyen jegye a Gábornak, úgyhogy volt olyan rendes, hogy meghívott erre. És ettünk egy nagyon finomat a mozi előtt. A film meg, hát iszonyat abszurd, tehát a Stallone talán, nem tudom, 10-15 percet, ha szerepel, a sztori az teljes katyvasz. Tele van kínaival a film, amit így abszolút nem promótáltak sehol. Hát egy nagyon röhelyes film. A harmadikat is megnéztük aztán együtt, de erről aztán szerintem majd a későbbiekben beszélünk. Hihetetlen Család 2 egy teljesen aranyos film, azért messze nem érte el az első színvonalát szerintem. Meg zavart, hogy a poénok 90%-a a babával kapcsolatos, a Furival. Egy kicsit azt túltolták szerintem, hogy ő mennyi mindent csinál, meg minden, de teljesen korrekt kis film. Escobar. Maffia film. Már mondtam, imádom az összes gangster filmet, legalábbis, hát nem imádom, de meg szeretném nézni őket. Ez a film is tök jó, kivéve minden, ami a Penelope Cruz szálával kapcsolatos. Itt a Penelope Cruz az Escobarnak az egyik ilyen aférja volt, és erre húzták rá ezt a filmet, úgy félig. És hát Penelope Cruz szerintem borzasztóan színészkedik ebben a filmben, alig ad hozzá bármit a karakter a történethez, úgyhogy minden, ami vele kapcsolatos volt, így nagyon elrontotta nekem, de a többi az tök jó. A Kíméletlen igaz történet egy, azt hiszem, Ausztrál, nem is tudom, milyen nemzetiségű volt. Na mindegy, Fülöp-szigeteken bezártak egy ausztrál fiatalt, és hát gyakorlatilag ilyen box meccsekkel tartja magát életben, vagy valami ilyesmi volt. Nem tudom teljesen összerakni, de nagyon feszült film, nagyon kellemetlen helyenként, azért elég para dolgok történtek ott. A színész az viszont nagyon jó volt. Úgyhogy aki még nem látta ezt a filmet, ez viszonylag ismeretlen szerintem. Ezt mindenképp nézze meg, bár nem lesz egy feel good mozi. Mission Impossible, ez volt a legutolsó, ami megjelent. Annyira nem éreztem indokoltnak azt az óriási hype-ot, egy teljesen jó kis akciófilm, de nem vagyok a világ legnagyobb ilyen Mission Impossible rajongója, de ez teljesen jó volt. Jobb volt, mint az előzőek, bár nekem továbbra is a harmadik a kedvencem. Remélem legközelebb sikerül meghalnod. Óriási meglepetés, egy nagyon érett és okos magyar film az online zaklatásról. Nem csak arról szól, ez meglepet mondjuk, hanem úgy általánosságban, hogy ilyen hogyan gondolkodnak a tinik, milyen problémákkal küzdködnek, nagyon autentikus. És amire nagyon büszke vagyok, hogy idén 2020. januárjában készítettünk egy audio kommentárt ez a filmhez a film rendezőjével együtt. És nagyon bíztam benne, hogy ez összejön, mert erről nagyon jókat lehetett beszélni, úgyhogy ezt megtaláltok a Filmbarátok podcast csatornán, az audio kommentároknál. Itt van egy szívecske a jegyemen, ez nem tudom, mit jelent. Predator a ragadozó.
óriási csalódás volt. Szerintem nem működtek ezek a poénosnak szánt dolgok. A film története sokkal jobbnak tűnt leírva, mint ahogy a filmben látható volt. A vége kínos volt, az akciók se tetszettek. Oh. Nevem Thomas. Akinek ez nem mond semmit, talán elfelejtette, hogy volt egy apropója, hogy Terence Hill Budapestre látogatott, és ez nem volt más, mint ez a film, Nevem Thomas. Ahogy látjátok, az ára sem volt azért kutya. Voltak is botrányok a film, vagy az eladás kapcsán, hogy meg lett ígérve, hogy lehet találkozni Terence Hill-lel, meg stb. Hát nem egészen így volt. Megjelent a film előtt óriási késéssel, és egy nem tudom, ilyen 10 percig elmondta a sztorit, amit nem tudom, talán már az élete során 28 ezerszer elmondta, hogy hogyan találkozott a Bud Spencerrel. Azt el kell mondani, hogy úgy mesélte el, mintha életében most mesélte volna el először, de én egyébként már hallottam előtte, és nem egyszer, hogy hogyan találkoztak. Nagyon jó volt látni őt életben, tehát ez egy egyszer az életben esély volt. A film az nekem nagyon nem tetszett, de gondolta a rajongóira, tehát a filmben volt egy pár olyan tényező, ami tönkre vágta nekem az élményt, konkrétan egy női mellékszereplőre gondolok. De a Terence Hill úgy egyébként a filmben tényleg próbált a rajongókra gondolni, kicsit úgy elbúcsúzott a rajongóktól, mert csomó ilyen utalást elrejtett a régebbi filmjeire. Ja, nem bánom meg. Nem kevés pénz volt, szerintem ez volt életem legdrágább mozijegye, de rohadjak meg, láttam Terence Hillt. Úgy, jó, 10 méter távolságra, de come on, tehát ezt így meg kell lépni. És ami ehhez a filmhez egy örök emlék, kérem szépen, írhattam ehhez a filmhez egy kritikát a nyomtatott sajtóba, a Vox mozi magazin lenyomta az én kritikámat, mert senki nem látta közülük, és a Szőlőskei Gábor megkeresett, hogy te figyú, én tudom, hogy te láttad, mert utána mozikba is küldték ezt a filmet, azt mondták, hogy nem akarsz-e írni, és hát egy óriási megtiszteltetés volt számomra. Úgyhogy igen. Peppermint. Ez nem egy rágós eredett történet, hanem egy bosszú film, amit egyébként talán már rájöhettetek a sok évnyi mozijegyből, szintén szeretem a bosszú filmeket, és ez is egy olyan film, hogy egy nő bosszút akar állni családjának, azt hiszem, hogy a gyerekét ölték meg, meg a férjét, azt hiszem valahogy így. Jennifer Garner, így van. Egy eléggé megöregedett Jennifer Garner volt itt a bosszú angyala. Egynek jó volt. Nem érzem szükségességét, hogy még egyszer megnézem, és nem értem, hogy miért Pepper, mint a film címe. Egyszer a család elmegy fagyizni, és az egy, azt hiszem a kislány peppermint fagyit kér. Tehát ilyen mentás fagyit. És oké, de ennek mi köze, hogy miért kellett erről elnevezni a filmet, azt én nem teljesen értem. Apolló mozi, jaj de jó, itt jártam. Mi a film? Ja, itt van, Keresés. Így van, a Keresés néztem meg. Itt már voltam egyszer, méghozzá az Útvesztőt néztem meg. A nagy moziban, most a kis mozi, kis teremben néztük meg a Keresést, egy óriási film, nagyon izgalmas, és a két jegy volt kevesebb, mint 2000 forint. Atya úristen, tehát csak nézzétek meg, hogy jó, most pont a rossz példát választottam ki a 4500 forintossal. Ja, szóval a csippes kedvezményes, tehát ez úgy 1500 lenne kb.
A vidéken azért kicsit olcsóbb. Debrecenbe jártam, az apropó valószínűleg ugyanaz volt, mint legutóbb. Elkísértem a hoki csapatomat egy idegenbeli meccsre. Ismételten kikaptunk, úgyhogy nem tudom, hogy megyek-e Debrecenbe egy hamar újpesti hoki meccsre, mert nem vagyok ezek szerint egy jó ómen, de a film az egy kitűnő választás volt. Hajrá, Lilák! Na, csuklyások! Egy igaz történet, annyira nem éreztem grandiózusnak, mint mindenki mondta, az év legjobbjai között rendszeresen emlegették. Megvannak a jó dolgai, tehát Adam Driver szerintem messze ellopja a sót. A történettől egy kicsit többet reméltem, tehát amikor azt mondták, hogy egy fekete ember a Ku Klux Klan helyi elnöke, akkor kicsit azért mást vártam, mint amit a filmben kaptunk, de hát mondjuk, ha ez így volt az igazi sztori, akkor most ezen nem fognak változtatni, csak az elvárásaim kicsit mások voltak, és a film vége az nagyon nem tett jót az egésznek szerintem. A Spike Lee-ot nem tudta, mikor kell befejezni. De ezt is alaposan kitárgyaltuk a podcastben. Hotel Transilvánia 3. Matiné előadás 690 forintért, még bepótoltam ezt a filmet. 2018-ban láthattam szerintem először a Hotel Transilvániát, és utána a Hotel Transilvánia 2-t is megnéztem, mert annyira tetszett az egy. Teljes döbbenet, tehát én meg voltam győződve, hogy ez egy tök hülye film lesz. Nos, marhára nem, tehát én az első kettőt szana széjjel röhögtem, és akkor pont akkoriban ment a harmadik film, és gondoltam, hogy hát ez egy zseniális apropó, akkor nézzük meg. Hú, hát ez a film, ez nagyon nem tudta azt a színvonalat elérni sajnos. Itt egyetlen jó poén volt, visszatérő poén forrás úristen, nem tudom a karakterek nevét, a vérfarkas, akinek az a 240 kölyke van, az ebben a filmben is nagyon vicces volt, de se a sztori nem tetszett, se a környezet ezzel a hajóval, sajnos nem volt olyan vicces. Napszálta! Hát amennyire szerettem a Shaw fiát, annyira utáltam ezt a filmet. Nagyon sajnáltam, tehát én vártam ezt a filmet, de atya úristen. Igen, azt hiszem ezután néztem az utóját. Igen, na erről hamarosan beszélek. Ez is az a film, hogy én legszívesebben kisétáltam volna. Nem csináltam még azóta se ilyet, de itt kisétáltam volna, ha nem lett volna megint a vetítés közvetlen utána, amire már megvettem a jegyet. Egy szerintem nagyon üres, művészkedő, dögunalmas film, és azt hiszem 3 órás, vagy valahogy így, de legalább 15-nek érződött. Oj, nagyon szenvedtem. Nagyon-nagyon szenvedtem a film alatt, és nagy csalódás volt. És gyűlöltem ebben a filmben, ez a legnagyobb traumám, hogy emberek nem tudtak rendesen beszélgetni. Tehát az egyik kérdezett valamit, és a másik nem reagált, csak bámult fapofával, és én ezt annyira nem szeretem filmekben, hogy akkor gyerekek, alakuljon már ki valami párbeszéd, vagy ezt el lehet sütni bizonyos pillanatokban, hogy a hallgatás az nagyobb válasz, mint a válasz, direkt válasz, de ez ebben a filmben egyszerűen így úgy éreztem, hogy így a film tartja vissza saját magát, hogy nem tudta, hogy hogy kell párbeszédeket írni. Nyilván Nemes Jeles ezt meglátja, akkor kikéri magának, és azt mondja, hogy nem láttam a 28 ezer szimbólumot, ami egyébként simán lehet, hogy igaz is, de ez a film, ez semmiben nem segített nekem, hogy közelebb hozzon magához, és tök gyorsan elvesztem benne, holott nem tartottam indokoltnak, mert a sztori egyébként egy másfél órás akárminek szerintem tök jól működhetett volna. Utója július 22. Na, aztán úgy kell elképzelni, hogy kijöttem ebből a rettenetből. Igen, 2,5 órával, akkor nem volt 3 órás a napszálta, de esküszöm, annyinak érződött. 2,5 órával később átrohantam ebbe a filmbe, talán egy rövid pisi szünet volt. És aztán jött ez a gyomros, ami az igazi norvég mészárlást mutatta be.
elképesztően jól bemutatva. Tehát itt nem az volt, mint a későbbi Netflixes verzióban, hogy a gyilkos szemszögéből láthatjuk, hogy ezeket a szerencsétlen fiatalokat lemészárolja, hanem ő gyakorlatilag egy így abszolút árnyékember, és a fiatalokat látjuk, nekik állít emléket, és ezt sokkal jobb megoldásnak tartottam ebben a filmben. És azt hiszem, ez egy... Itt nincsenek snittek, tehát azt hiszem az egész film egyben lett felvéve. Igen. És közben a színészek azok többnyire ilyen kezdők voltak. Úgyhogy, és nagyon jól szerepeltek. Mi ez? Ó, mozi ünnep. Igen. Az első embert láttam IMAX-ben. Sőt, nem, ekkor néztem több filmet is. Ó, ez egy hármas mozinap volt. Na, hát valamire csak emlékszem. Első embert néztem IMAX-ben. Egy grandiózus film volt. Mint kiderült, mondjuk ezt pont nem kellett volna IMAX-ben nézni, mert direkt szemcsés volt a kép. Tehát ez a filmnek az elképzelése volt, úgyhogy annyi mindent nem adott hozzá, meg fülsüketítően hangos volt. Ezt a Freddy-nével néztem volna, de a gyerekünk az beteg lett, és nem volt szíve otthagyni. Én sem nagyon akartam úgy otthagyni, de akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor mondta, hogy menjek én, és akkor elvittem az ő jegyével, elvittem az anyukámat is, úgyhogy nem tudom én hány év után újra néztem vele egy filmet, és nagyon tetszett neki. Defekt. Egy, azt hiszem, dél-koreai, vagy milyen thriller. Vagy nem, csak a rendező volt dél-koreai, azt hiszem. Vagy japán, nem tudom pontosan. Egyszerű sztori. Egy társaság megy egy elhagyatott sivatagi úton, defektet kapnak, és akkor rájönnek, hogy nem defektet kaptak, hanem valaki kilőtte a kereküket. És aztán észreveszik, hogy hoppá, valakire rálőttek közülük, és utána észreveszik, hogy bakker, itt valaki elbújt, és mesterlövész puskával meg akarja őket ölni. Úgyhogy hát egy egyszerű alapszító, és engem elszórakoztatott, tehát egynek teljesen oké volt. A bűnös, na, hát ez volt szintén az egyik legnagyobb kedvencem abban az évben. Egy nagyon rövid film, azt hiszem talán 80 perc, vagy valahogy így. Végig egy ilyen elsősegély szolgálat egyik munkatársát mutatja, ahogy vesz egy hívást, és próbálja távolról megoldani az ügyet. Egy dán, azt hiszem dán, igen, dán film. És óriási, tehát nagyon-nagyon izgalmas. És olyan gyomros van a végén, atya úristen. X a rendszerből törölve, nagy csalódás, egy magyar thriller akart lenni, és hát, hasonló, mint a Budapest Noir a legutóbbi videóban. Bohém Rapszódia. Na hát, ez letarolt mindent ez a film. Kicsit meglepett, szerintem mindenkit, még a készítőket is. Elég nehezen szülték meg ezt a filmet. Rendezőcsere, aztán elvileg a Sacha Baron Cohen lett volna Freddie Mercury, de aztán ő azt mondta, hogy az eredeti vagy a még élő Queen tagok össze-vissza keresztbe tettek neki, úgyhogy ott hagyta az egészet. Végül lett Rami Malek, nagyon jól alakított a filmben. A film sem rossz, de nekem nagyon nem jött be ebben a filmben, hogy nagyon meg akartak felelni az élő tagoknak. Tehát mindenről a Freddie Mercury tehetett, és hát kicsit többet reméltem. Ez mi a fene? Ó, a Cinema Pink! Hú, gyerekek! Hát, ezt az első Cinema Pink mozizásomat igen alaposan kibeszéltem a Filmbarátok podcastben.
És már kicsit unom is a sztorit, bevallom őszintén, mert elmondtam már annyiszor, de nem úszom meg, el kell még egyszer mondani. Szóval a Cinema Pink egy új mozilánc, akkoriban még viszonylag új volt, a budapesti Mon Parkban és a Mamut moziban, a Mamut plázában nyitottak egy-egy mozit. Ez egy ilyen hát ilyen VIP mozi szerűségnek kínálták, ábrázolták, hogy van benne könyvtár, amíg vársz a vetítésre, addig lapozgathatsz, meg fotelek vannak. A fotelek egyébként rendkívül kényelmesek, tehát ezt nem lehet tőlük elvenni. Ahogy láthatjátok, majd a következő években még azt hiszem talán háromszor voltam ebben a rettenetes moziban. Ezt néztem legelőször, a Nyughatatlan özvegyeket, ami egyébként szintén az egyik nagy kedvencem volt abban az évben. Hogy láthatjátok, 11 órakor kezdődött a film a Mon Parkban. Úgy kell elképzelni, hogy ott voltunk, úgy nem tudom, 10:50-kor, és a mozinak a rácsa még le volt húzva. Mondom, oké, hát lehet, hogy mi voltunk korán, és úgy kb. 10:58-kor, tehát elvileg 2 perccel azelőtt, hogy a filmnek el kellett volna kezdődnie, megjelent egy ilyen sietős diákmunkás lány, egy óriási kulcscsomóval, és felhúzta a rácsot, és futott tovább. És aztán, oké, már voltak mások is rajtunk kívül, és aztán bementünk, tök sötét. Áram se volt felkapcsolva, nem ült senki a kasszánál. Büfébe se volt senki, mondom, hát ez érdekes. Mikor vettem a jegyet? 11 óra 41, ó, hát oké. Bár én későbbre emlékszem, de mindegy. Na, szóval, akkor megjelent a pénztárban egy lány, és akinek nem volt pénz, tehát nem volt visszajáró pénz, tehát nem mi voltunk az elsők, utána megint ki kellett rohanni a kasszába, hogy valahogy szerezzen váltó pénzt. Én kártyával fizettem volna, bár itt pont azt hiszem ingyen jegyem volt, és lényeg a lényeg, megkaptuk végre a jegyet, nem is volt senki, aki letépje, tehát ilyen, mint hogyha ketten lettek volna egy ilyen, és miért elmozgatom itt a kamerát, miért nem szóltok? Na, szóval, nagyon nem volt megszervezve semmi, aztán felmegyünk a terembe, és teljes sötétség. Azt már hallottam, hogy a filmben előszeretettel, vagy ebben a moziban előszeretettel az van, hogy elkezdődik a film, és még égnek a lámpák, mert ott helyben a terem ajtajánál kell lekapcsolni, és csomószor a nézők mennek oda. Elképesztő egy hely. Na, szóval oda mentünk, és 11:42-kor még mindig teljes sötétség. Tehát még a reklámok se kezdődtek el. Aztán talán olyan 11:30 körül kezdődött el konkrétan a film, tehát egy jó félórás késés. A teremről tudni kell, hogy az előző sor egy ilyen asztalkák vannak a fotelek mellett, és az asztalkákon vannak ilyen kis lámpák, ilyen dizájnos lámpák. Gyakorlatilag úgy néz ki, mint ilyen bordélyház. Ez jutott az először eszembe, mint az ilyen western filmekből ismerhetitek talán. És azok belógtak a képbe. Tehát, ha nézed a vásznat, alul lámpákat látsz, lámpáknak a sziluettjeit. Tehát ki az, aki így tervez meg egy mozit? És utána az a vicces, hogy annyit csúszott a film kezdése, hogy így benyitott a következő vetítés társasága. Tehát ment ennek a filmnek a vége, és megjelent, nem tudom én, plusz 5-6 ember. Mert azt hitték, hogy úristen, már a mi filmünk megy. Úgyhogy ha ők is a Nyughatatlan özvegyeket nézték, akkor jól elszúrták maguknak, mert látták, hogy végződik a film. Úgyhogy gyerekek, ez a mai napig döbbenet, hogy ez a mozi hogy üzemel még. Nem tudok senkit biztatni, hogy menjen oda. Sóhajok, ez a
hogy hívják az eredetit, úristen, az Argentos Suspiria, igen, a Suspiriának a remake-je. Ez is azt hiszem valami 3 órás film, és annyira gyűröltem, erre határozottan emlékszem, hogy ezt a filmet alig adták, és rendszeresen ilyen este 9 órás kezdéssel, ami egy 3 órás filmnél nekem rohadtul nem fér bele. Úgyhogy talán egy vetítés volt így hetek alatt, ez az arénába kellett mennem, igen, ahová egyébként nagyon nem szeretek menni, de rá voltam kényszerülve, mert csak itt adták, viszonylag jó időpontban. Hát nem egy egyszerű film, azt kell mondjam, de a maga nagyon bizarr módján el voltam vele. Bár ezt se nézném újra, mert nem egy egyszerű darab. Ruben Brandt a gyűjtő. Nagyon sokan kedvelték. Hát én nem tartozom közéjük, bevallom őszintén. Én úgy éreztem, hogy én ehhez a filmhez nem nőttem fel. Nem vagyok egy műszakértő, az utalások 98%-át szerintem nem értettem, ezt is gyakorlatilag a podcast miatt néztem meg, és a film előtt találkoztam Andrással a Tune Up Radio podcastből, és hát aztán közösen néztük meg a filmet, tiszta véletlenül így összefutottunk, és hát ő sem tudott vele mit kezdeni. A látványvilágával sem tudtam tényleg semmit kezdeni, ez nagyon nem az én filmem volt, de tökre elfogadom és irigylem azokat, akik ezzel úgy érezték, hogy azt a mindenit, hogy ezzel én tök jó kijöttem ezzel a filmmel, értettem minden utalását, meg minden, mert úgy biztos nagyon egyedi lehetett. Egy nap, ez egy magyar film, díjat is nyert. Gyakorlatilag itt egy anyának az egy napját mutatják be, egy kicsit dramatizálva mondjuk, tehát itt mindenféle ilyen plusz szálat bevittek, ami nyilván valószínűleg nem történik meg minden nap, de azért mutatja, hogy milyen pokoli kemény meló lehet egy anyának egy napja, még ha filmből az is jött át, hogy az apuka az emlékeim szerint nem veszi ki semmiből a részét, félre kefél, fúj, fúj, fúj. De ennek ellenére az tényleg egy jó film. Robin Hood. Na ezt is utálta mindenki, ezt a filmet. Tényleg megvannak a röhelyes dolgai, de nekem bejött. És ezzel is egyedül vagyok szerintem az egész világon, úgyhogy, ja, kedves Hollywood, én voltam az, aki kicsit megvédte ezt a filmet. Nekem tetszett a filmnek ez a látványvilága, egy kicsit ez a modernebb feldolgozása, de a Lady Marriott, atya úristen, tehát az a színésznő egy mekkora antitalentum, te jóságos, hogy sikerült őt kiválasztani egy casting végén. Éliás, a kis mentőhajó. Most minden néző kinyitotta a szemét még nagyobbra, hogy mi a szent szart néztél te itt, Éliás a kismentő hajó, ez mi, ez nem valami gyerekfilm sorozat volt, de pontosan az. És miért nézte ezt meg? 10 órakor. Azért, kérem szépen, mert ez volt kisfiam első mozizása. És elraktam az ő jegyét is. Igyekszem átadni neki ezt a hagyományt. Azt hiszem már talán 5-szor vagy 6-szor is volt már az élete folyamán, ezeket majd el fogom mesélni, de ez volt a legelső, ez egy norvég TV-film sorozatnak a mozifilmje. A TV-film sorozat egyébként ártalmatlan, egy ilyen beszélő hajók, tehát ez a tipikus Thomas Koppintás, de tényleg ártalmatlan, tehát hülyébb nem lesz tőle a gyerek. Nem egy mancsőrjárat, de hát hány éves volt itt a jó Isten? Hát majdnem 5. Ja, nem. Úristen, nem tudok számolni. De majdnem 5 volt. És végigülte becsülettel, néha azért megkérdezte, hogy
Hány perc van még? Milyen hosszú? És annyira durva volt, hogy ez egy ilyen matiné előadás volt, tehát tele volt ilyen gyerekkel, mindegyikhez, nem tudom, volt, hogy egy szülőhöz, nem tudom, három gyerek jött, vagy nem tudom, és hát anarchia volt a moziteremben. Tehát nem volt olyan pillanat, minden mondat után legalább egy szegletből lehetett hallani azt, hogy ők most hová mennek? Ő kicsoda? Ezt miért mondta? Hol az Éliás? És az volt a vicces, hogy valahol ezt még így élveztem is, mert már úgy mentem oda, hogy oké, ez egy ilyen előadás lesz, ezzel együtt kell élnem. Majd elmesélem a 2018 mozijegyei videóban, hogy ez milyen muris volt. Voltak, akik jobban tették volna, ha kimennek, tehát amikor, ezzel is kezdődött egyébként a matiné, hogy ha a gyerek nem tud végülni egy filmet, hogy már nem köti le, akkor menjenek ki vele, mert se a gyereknek nem tesznek jót, se a szülőnek, se a többi nézőnek. Ezt páran megfogadták és kimentek, mert mondjuk egy 3 éves gyereket én se vinnék moziba. Főleg, hogy biztosan nem értett sok mindent. Tehát ebben a filmben is volt egy ilyen abszurd jelenet, ahol elkezdtek a hajók reppelni, és olyan dermedt csönd volt a moziteremben, hogy te atya úristen, mi a fene ez? Tehát sok gyerek ott vesztette el a repszüzességét szerintem, és egy írtó kínos jelenet volt ráadásul. Ja, futkostak gyerekek a sorok között, meg stb. De akkor is, ez volt az első mozizása a kisfiamnak, úgyhogy ezt nem tudjátok elvenni tőle. Az év utolsó mozizását az év utolsó napján ejtettem meg, a ragadozó városok. Hát, szerintem itt csak az vett rá, hogy megnézzem, hogy mi az Isten lehet ez a film, ahol városok kerekeken mozognak és egymást felfalják. Mert erről szól a film. És az a vicces, hogy a film egy ilyen iszonyat jó akciójelenettel indul, és onnantól kezdve csak egyre lejjebb. Tehát ilyen akkora katyvasz, abszurd marhaság az egész. Hát itt azt hiszem a Hugo Weaving volt benne a nagy név, de hát ő sem tett magának szívességet ezzel az alkotással. Hát egy bőven felejthető film. Maradjunk annyiban. És majdnem egy óra lett ez is. Ilyennel töltöm a drága szabadidőmet, de remélem azért nem volt hiába való, és tetszett nektek. És akkor hamarosan beszélünk majd akkor, hogy beszélek a 2019-es filmekről. Azok talán jobban benne vannak az emlékezetemben, mint ezek. És köszönöm szépen addig is a figyelmeteket. Menjetek moziba, ha újra lesz, vagy ezt nem tudom hány év késésre nézitek, akkor már nem értitek, hogy mi is volt ez a koronavírus. Leállás? Nem volt mozi? Milyen marhaság? Science fiction? De, ja, használjátok ki az időt. Sziasztok!